Sziasztok, Szabó Gergő vagyok, ez pedig egy újabb karantén. Nézzük a mai csemegéinket. Gyurcsány Ferenc viszonya az összödi beszédhez 2021-ben, Arató Gergely guztustalan fröcsögése az egészségügyről, Komjáti Imi vörösökle ismét lesújt, Fegyőr 15 másodperc alatt megold minden gondot, végül a Jobbik kikéri magának a hangnemet. Tartsatok ma is velünk! Azt hiszem, ti is ugyanúgy vagytok Gyurcsány Ferenccel, ahogy én. Még egy nyugodt családi ebédről is föl tudtok pattanni paprikavörösen, és gyorsan meginni egy feles, vagy kimenni a friss levegőre, annyira fel tud dühíteni titeket. Hát tényleg folyamatosan hazudik, ahogy régen is tette, és most itt van az összödi beszédnek a 15. évfordulója, és ahelyett, hogy meghúzná magát ez a szemétláda, hát mit csinál? Elkezd arról beszélni, hogy Orbánék lopnak 10 éve is, hogy mennyire lent van ez a csávó, de inkább beszéljen ez a retek, figyeljétek! Nincsen sok választás. Hát azért ez nagyon lenn van, hogy te 2021 májusában azzal foglalkozol, hogy hol voltak az emberek 15 évvel ezelőtt, 2006. május 26-án, hát ez nagyon lenn van. Ventilálsz nyilván, valami problémád van. Beakadt ez nálad. De szólnék, hogy te vagy a miniszterelnök. Az országgal van neked dolgod, te nem ellenzéki politikus vagy. Félre visz a puskát. Ellenzéki politikus az természetesen mond ilyeneket a kormányfőről. De szólok, nem én vagyok a kormányfő. Te. Na, szóval akkor kérdezzük meg azt, hogy te hol voltál? Mert ez szerintem jobban érdekli az embereket. Te hol voltál? Amikor a lány a mi pénzünkből saját lábára állt. Na, ez izgalmas, mi? Vagy hol voltál akkor, amikor a vejed, a lányod férje egyik leggazdagabb ember lett az országnak? Erre én is kíváncsi lennék, hogy mit csinált. Na jó, néha talán egy kicsit nagy segg vagyok. De a világnak szüksége van seggekre is, különben hol menne ki a szar? Vagy amikor apád, ha kell, ha nem, követ szállít mindenhova, dupla annyi, mint bárki más. Gazdag ember lett belőle, ahogy látom. Vagy mondd, hol voltál akkor, amikor tudod, a gyerekkori barátod, ez a gázos csávó. Ez olyan gazdag lett, hogy ha jól hallom, háromszor olyan gazdag, mint Elton John. Zongorát nem tud olyan jól, de gazdag lett. Mert 2021-ben szerintem erre a kérdésre kell válaszolni neked, hogy az emberek tudjanak arra a kérdésre válaszolni, hogy akarják-e, hogy továbbra is te vezesd ezt az országot. Hát ez ilyen elképesztően egyszerű. Szóval talán inkább kormányozni kellene. Nem pedig. Most már 1989 óta velem foglalkozni. Érted? Eladnád magad, a barátaidat, a családodat a hatalomért. Utánozhatatlan egy strici vagy. Szóval lányok, fiúk, ehhez tartsátok magatokat. Feri megmondta, de egy kicsit úgy tűnik azért nem, mint egy sorokba szorított állat, aki kapkod, lehet, hogy bekapkodott egy-két felest is előtte. Az alkohol tisztít. Nézd rám! 10 éves korom óta piálok, és egy bika vagyok. De azt tuti, hogy egy kicsit félelmetes volt, amit csinált. Abból a szempontból is, hogy undorítóan hazudott már megint, kente a kakit, és látszott, hogy kellemetlen neki ez a helyzet, bármennyire vastag a bőr a pofáján. De van egy haverja, egy hűséges kiskutyája, de nem akarom a kutyákat persze megsérteni, Arató Gergely, aki viszont még mindig rá van feszülve a járványhelyzetre, és hazudik rendületlenül, ahogy a főnök. Kérdezhetném, hogy ki volt az a zseni, aki kitalálta azt egy járvány közepén, hogy el kell üldözni egészségügyi dolgozókat a pályáról. De hát tudjuk, hogy ki ez a zseni. Magyarországon egy ember dönt mindenről, Orbán Viktor, ez az ő bűne, önök pedig végrehajtják csak az utasításait szolgalelkű módon, gondolkodás és kritika nélkül. Kapd be, szarfaszú! És hogy világos legyen, ez nem csak az egészségügyi dolgozókról szól. Mert önök is tudják, hogy egy intenzív osztályon dolgozó ápoló két beteggel tud foglalkozni. Kiszámolhatják azt, hogy 4000 egészségügyi dolgozónak az elvesztése, az mennyivel csökkentette azoknak a betegeknek a számát, akik megfelelő ellátást tudtak kapni a kórházakban. Önök is ki tudják számolni, hogy az, amit önök tettek, az, hogy hatalmi gőgből és ostobaságból, az amúgy is létszámhiányos egészségügyből elüldöztek hivatott munkájukat jól végző dolgozókat, azok emberek életének az ezreibe került a járvány idején.
Mert hiába porosodnak a lélegeztető gépek a raktárban, ha nincs ember, aki kezelni tudja őket. Te csak dagat vagy. Ezer bocs, digi-dagi daganat. Te kövér, zsírdöffencs. Nesze dagad, disznó. Azt kell mondanom, hogy önöknek el kell számolniuk azzal, hogy miért halt meg 30 ezer honfitársunk a járványban, és miért Magyarországon a legmagasabb, az egyfőre jutott elhalálozottak aránya, magyarán szólva lakosság arányosan, miért Magyarországon halt meg a legtöbb ember koronavírus járványban. És ebben az elmúlt 10 év bűnein túl, azon túl, hogy önök tönkretették és lepusztították az egészségügyet, ezen túl ennek az intézkedésnek is szerepe van, ezért vállalniuk kell a felelősséget. És újra ugyanaz a mantra. Az a Zarató Gergely, akinek egyébként börtönbe kéne rohadni a cúslág ügyek miatt, van annyira bátor, hogy másokat szólítson fel hasonlóra. Természetesen az összes halott, a 30 ezer halott, ahogy mondja, az mind Orbán Viktor hibája. És ki itt a kegyeletsértő? Ki az, aki felhasználja ismét a halottakat? Ez a szardarab. Ez nem csak az egészségügyi dolgozókról szól. És képes arra megint, hogy újra kezdje ezt a történetet. Gondolom, kiadta neki a főnök. De vannak még ostobák a baloldalon. Hó, vannak. Bőven vannak. Itt van például Komján Tími, akinek a vörös ökle ismét le fog csapni, de azért azt figyeljétek meg, hogy ez a kommunista pulcsi, ez rassan rárohad. Ott van rajta 2 éve, és nem veszi le. Persze neki lehet ilyet viselni. Na és amit mond, az aztán még a gyönyörű. A dolgozó emberek számára, a bérből, fizetésből élő emberek számára a béremelés az nem igény, hanem szükséglet. Szükséglet különösen akkor, amikor egyébként az infláció az felzabálja a béremelést ott is, ahol egyébként már megtörtént. De 5 hónapja várnak a közszolgáltatásban dolgozók a béremelésre. 5 hónapja zabálja a nem emelt bérüket az infláció. És a kormány tétlenkedik. A kormány államtitkárai látszatkonzultációkkal, háttérbeszélgetésekkel próbálják megoldani a problémát. Ne konzultálgassanak, ne háttérbeszélgessenek, hanem valódi bértárgyalásokat kezdeményezzenek. Az MSZP felszólítja a kormányt, hogy azonnal üljön le a közszolgáltatások dolgozóinak szakszervezeteivel valódi érdemi párbeszédre, valódi érdemi bértárgyalásokra. Kösz legyen, bazd meg! Látható, hogy akkor nem vakaróznak ilyen sokáig, amikor rabszolgatörvényt kell megszavazni. De akkor gondolkodnak, időt húznak, sumákolnak, amikor a MÁV, a Volán, a vízközműszolgáltatók, az állami energiaszektor dolgozóinak béremeléséről van szó. Nem holnap, nem ma, már tegnap meg kellett volna történni a valódi béremelésnek. Láthatjuk, hogy az infláció lassan kieszi a parizert a kifliből. Láthatjuk, hogy az infláció elviszi a családok asztaláról az élelmet. A közszolgáltatásban dolgozók becsülettel tették a dolgukat a járványhelyzet alatt folyamatosan. Mentek a vonatok, mentek a buszok, dolgoztak az energiaszektorban, volt ivóvíz. Nem csupán megérdemlik a béremelést az ott dolgozók, nekik ez jár. De miről beszélt ez a szerencsétlen Imre? Megint hazudik, megint nyomja a hülyeségeit a komcsi pulcsiba, meg ugye a Facebook oldalán is ott van a vörös zászlónk, lenglengeti a szél, de neki lehet ilyet csinálni. Egy vér, kőkemény kommunista, az MSZP alelnöke egyébként, azt se felejtsük el. És hogyha röhögünk rajta, akkor tegyük mellé, hogy ő volt az azért, aki a rendőr sorfalnak neki ment, majd utána eljátszotta, hogy eltörték a lábát. Segítsetek! Lépjen ki! Így van! Ez a tér a miénk! Egy gusztustalan kommunista. Na de természetesen tovább tudunk menni ennél is egy fokkal mélyebbre, hiszen itt van Fegyőr, akit most nem is nagyon szeretnék felvezetni, önmagáért fog beszélni minden, amit mond, de azt ne felejtsétek el, hogy 15 másodperc minden témára elég. Na és milyen finom témák ezek? A finn iskolában a diák és a tanár a legfontosabb. A diák azt tanulja, amire szüksége van. Digitális ismeretek, csapatmunka, kreatív gondolkodás. A tanárokat pedig jól megfizetik, nem hiába van 10-szeres túljelentkezés a pedagógus képzésben.
Mi momentumosok nem akarunk egy következmények nélküli országban élni. A felcsúti per azokról fog szólni, akik meglopták a magyarokat az elmúlt évtizedekben, és ez a vagyon, ez visszajár. Mészáros, Orbán, Rogán. Találkozunk a felcsúti perben. Az euró a világ egyik legstabilabb valutája, nekünk magyaroknak erre van szükségünk. Amellett, hogy nem fognak drágulni ilyen mértékben az élelmiszerárak az import miatt, amellett oda fogunk tudni ülni az eurózóna tagállamai mellé, és a szűkebb Európa részévé fogunk válni. Hallod? Hey! Csüme! 21. században a nyugati országok felismerték, hogy a kevesebb néha több. Nyugaton kevesebbet dolgoznak az emberek, és többet tudnak termelni. Nekünk magyaroknak ugyanezt a filozófiát kell követnünk, mert számunkra a legfontosabb maga az ember. A szabadidő, a sport, a család és a szórakozás. Évente 100 000 lakás energetikai korszerűsítése, évente 50 000 lakossági napelemrendszer támogatása, a mátrai erőmű bezárása és a dízelmotoros, illetve benzines autók forgalomba hozatalának tiltása 2030 után. Legalább két dolgot, a mi családpolitikánk nem csak a felső középosztályt, hanem minden családot támogatni fog, leginkább a családi pótlék megduplázásán keresztül. Aztán egy család nem csak attól lesz boldog, hogy egy apa és egy anya van benne, két anyával, két apával vagy egy nagymamával ugyanúgy boldog családokról tudunk beszélni. Mi befogadunk, hogy a gyerek is buzi lesz, ha buzik nevelik. És akkor helyben is vagyunk. Sajnos annyi időnk nincs a vlogba, hogy mindent végig tárgyaljunk, de szerintem otthon majd egy sör melletti ezt meg tudjátok oldani. De mennyire jó, hogy végre egy kis homoszexuális propaganda is előkerült. Aztán ez a 4 napos munkahét, ez lassan már az örök élet és az ingyen sör felé megy, és a kedvencem a finn oktatás. Azért ennek utána néztünk, és Finnországba valaki elküldte, hogy milyen remek ez a finn oktatás. Tehát Magyarországon is az a terv, hogy Csokonai, Vörös Sándor helyett legyenek sokkal jobb megoldások. Mint például az, hogy hörcsöktenyészet, sminkkurzus, és még volt egy-két hasonló baromság meg relaxációs óra, na ez a finn oktatás, ez a terv, ahol egyébként a tanárok annyira nem ismernek már bemenni a diákok közé. Fegyőrék elhozzák nektek a nyugatot. Gyönyörű, imádnivaló. Ennél már csak a jobbik a jobb, hiszen ők kikérik maguknak a hangnemet. Ők, igen, ők. Azért, hogy a szólásszabadságért kiálljon az ember, és azt végigcsinálja, és bemutassa, hogy miként akarja Kövér László a szólásszabadságot korlátozni, és egyébként a Fidesz korlátozni megéri. A választók erre adtak felhatalmazást, a Jobbikot azért küldték a parlamentbe, hogy az ellenzéke legyen a kormánynak, és Jakab Péter ezt teszi, Jakab Péter az igazságot mondja el. Úgy tűnik nem ez az igazság most Kövér Lászlónak fáj. Nem provokál semmivel. Az a helyzet, hogy Kövér László eljutott arra a szintre, ami szerintem egy végtelenül felháborító dolog, hogy egy ellenzéki pártvezetőt, aki nyilvánvaló valamiért neki nem tetszik, először megpróbál pénzbüntetéssel, tehát komoly milliókkal eltántorítani tőle, de aztán aki mégis jelentkezik felszólásra, arra mondjuk úgy nyugodtan, hogy kommunista módszerekkel belefolytja a szót. Tehát azt hiszem, az elmúlt időszakban ilyen felháborító dolog, hogy 18 másodpercig beszédért, azért az igazságért, amit egyébként el akart mondani, egyébként volt benne még egy Orbán Viktor idézet is, szóval azért az Orbán Viktor idézetért bárkit elnémítenek a parlamentbe. Én úgy gondolom, ezt hogy Kövér László teljesen túlment azon a határon, ami egy józan határ lenne. A kérdés, hogy ennek mi a fontosabb? Az ország vagy a hatalom? Még mielőtt miniszterelnök úrnak megadnám a szót. Képviselőm rendszeresen áthág mindenféle erkölcsi és jó neveltségbeli határt. A társaival együtt, oké. Okay. No, azt mondja Kövér László, hogy a házszabályban szerepel, hogy nem bírálhatja a házvezetést, meg egyébként a többi képviselőt sem, ez benne van, punktum. Tehát akkor még egyszer kérdezem, nem provokál-e Jakab Péter akkor, amikor a parlamenti ülés előtt már kitesz egy Facebook videót az oldalára, és felteszi a kérdést, hogy vajon a házelnök engedi elmondani a beszédet? Nyilván sejtette, hogy ha a házelnöknek ez provokációnak tűnik, akkor ne vezesse az ülést. Mi jöhet ezután? Análisan közösülsz az anyámmal, és közben cukrot öntesz a kocsimba! Nem tudnak minket megtörni. Addig harcolunk, míg nem lesz jogállam és demokrácia ebben az országban. Amíg nem érvényesülnek a demokratikus alapelvek, beleértve a szólásszabadságot is. Egy olyan országért harcolunk, és egy olyan országot fogunk felépíteni, ahol önök már nem kapnak szerepet, és ahol a jólét, a biztonság és a szabadság mindenkinek egyformán jár.
Ugye mekkora fasz az ilyen? Na, tehát Szilágyi elvtárs, Lukács elvtárs elmondta a tutit, de olyan áldozat szerepbe, hogy szinte már meg is könnyeztük. Azt persze elfelejtik, hogy ők azok, akik száraz tésztáznak, krumpliznak, minősíthetetlenül beszélnek a parlamentben, majd azt nem viselik el, hogy őket helyre teszik. Ők azok az emberek, akik most így kikérik maguknak. De milyen gusztustalan csapat ez? Elfelejtik, hogy Jakab Péter mit beszél. Isten bizony, ennyi bűnöző előtt még életemben nem beszéltem. És elfelejtik azt is, hogy Jakab Péter mielőtt ezt a remek kis beszédkezdeményt elmondta volna, már kitette a Facebookra, hogy most vajon le fogja tiltani Kövér, vagy nem fogja? Nem, biztos, hogy nem provokál. Egyáltalán nem. Undorító, szemét szar alak, sajnos ő is. Úgyhogy köszönjük szépen, mára ennyi volt a karanténvlog, de találkozunk jövő héten is. Ma este pedig nézzétek 8-kor a karanténvlogot a tévében, a Pesti tévében, ahol... Szarvas Szilveszter lesz a vendégünk, a Pesti TV hírigazgatója, tehát egy picit hazabeszélünk, tartunk egy ilyen laza kis adást. Sziasztok, találkozunk jövő héten!